Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast új része. Én Láng Dávid vagyok, és Fenekes Rolanddal fogok beszélgetni, aki Székesfehérváron indul listavezető önkormányzati képviselőjelöltként a Kutyapárt színeiben. Szia, Roli! Sziasztok, köszöntöm a drága hallgatókat! Mutatkozz be először is, kérlek, a hallgatóknak, hogy mikor csatlakoztál a Kutyapárthoz, és miket csináltál eddig a helyi csapattal a városban. Sziasztok, én Fenekes Roland vagyok Székesfehérváról, 28 éves két gyermekes apuka, világéletemben Székesfehérváron éltem, és igazából 18 éves korom óta érdekel így a politika és a közéletnek a világa. 2017-ben csatlakoztam a Kutyapárthoz, mint passzivista, és akkor lettem így félig meddig szervező, és éveken keresztül így ketten ültünk passzivista találkozókon, festegettünk négyszint, és a 18-as választáson kértek fel végül Fejér megye 2-es választókörzetében országgyűlési képviselőjelöltnek, és akkor ezután a választás után kezdődött el a székesfehérvári csapatnak úgymond az épülése. Úgyhogy most már ott tartunk, hogy nagyjából 30 fős aktív csoportunk van, akik így helyben nagyon lelkesek, és nagyon-nagyon sok mindent csináltunk már így a városban. Több mint 80 akciónk volt, ami így utcai akció, passzivista találkozó, szerveztünk már könyvklubokat, előadásokat, úgyhogy egy igazán aktív csapat van Székesfehérváron. Melyik akciók a kedvenceid, mik azok, amikre a legbüszkébb vagy? Leginkább Székesfehérváron a street art projektjeinkre vagyok így igazán büszke. Nagyon-nagyon sok villanydobozt felújítottunk már ezzel a megoldással, és külön érdekesség, hogy a Wikipédián, hogyha rákeresel a Creeperre, akkor a székesfehérvári villanydoboznak a képe jön be legelőször. Építettünk már 2 mészáros típusú buszmegállót a városban, talán ezek a legnagyobb projektjeink. Ebből az egyik közösségi gyűjtés által valósult meg, tehát a finanszírozás az félig volt Kutyapárt, félig pedig közösségi gyűjtés, amire szintén nagyon-nagyon büszke vagyok, és utólag is köszi mindenkinek, és azóta is nagyon-nagyon sokan használják. Ja, a helyi szervezőség mellett a párt alkalmazottja is vagy regionális koordinátorként. Mesélsz kicsit arról, hogy mi a feladatod pontosan? Igen, hát hogyha egy szóval kellene ezt így jellemeznem, akkor ez a hálózatépítés vidéken. 4 megye tartozik hozzám, Fejér, Komárom, Békés és Pest megyékben vagyok koordinátor, és igazából az én feladatom az új passzivisták, akik jelentkeznek a párthoz, nekik a becsatornázása a párt életébe, hogy megtalálják számukra azt, amit szeretnének csinálni a párton belül. És miért szeretnél önkormányzati képviselő lenni? Nem elég ez a hivatalosan napi 8 óra, gyakorlatban valószínűleg ennél jóval több munka, amit végzel a pártnak? Ugye azt említettem, hogy engem 18 éves korom óta foglalkoztat a politika és a közélet, és én most láttam az idejét az elmúlt 1-2 évben, amikor azt láttam a csapatunkon, Fehérváron a kis közösségünkben, hogy egyre több mindenben veszünk részt, és folyunk bele egyre jobban a közéletbe, és ennek a következő szintere azt gondolom, hogy most már az önkormányzat. Emiatt szeretnék indulni listavezetőként a városban, és szeretnénk képviselni olyan ügyeket, amiket nem biztos, hogy mint passzivisták, vagy mint Kutyapárt meg tudunk oldani. Akkor ez magától értetődő volt, hogy a csapatból te szeretnél bejutni, más nem is dédelgetett ilyen ambíciókat, vagy ezt úgy megbeszéltetek egymás között, hogy te vagy erre a legalkalmasabb? Igazából erről nem beszéltünk, hogy ki alkalmas, ugye a képzésünk, amit elindítottunk 22 őszén, az teljesen nyilvános volt, és bárki jelentkezhetett rá. Fehérváron én gondoltam úgy, hogy én ezt a képzést szeretném elvégezni, ez egy hasznos tudás, amit kamatoztatni tudnék az önkormányzatban. Úgyhogy ezt inkább úgy jellemezném, hogy ez igen egy személyes ambíció volt. Ugye a fehérvári polgármestert, Cser Palkovics András tipikusan egyfajta emberarcú fideszesként szokták emlegetni, aki nem nagyon sorosozik és gyurcsányozik, emiatt olyanok is hajlamosak szavazni rá, akik egyébként nem feltétlenül szavaznak a kormánypártra egyébként. Te mit gondolsz az ő tevékenységéről és megítéléséről? Ezt abszolút tartom, ezt az állítást, így van. Székesfehérváron Cser Palkovics András nem sorolható a legrosszabb polgármesterek közé, én azt gondolom. Ami miatt én szeretnék bekerülni az önkormányzatba, az nem is igazából az, hogy ellenük dolgozzak, hanem inkább finomítani az önkormányzat olyan ügyein, ahol azt látom, hogy bőven lehetne jobban csinálni. Így, ahogy mondod, Székesfehérváron tényleg nem egy olyan hű, de nagyon rossz közgyűlésünk van.
viszont vannak nekik is olyan ügyeik, illetve nem foglalkoznak olyan helyi ügyekkel, amikkel viszont a lakosok szeretnék. Akkor ez azt jelenti, hogy így, hogy a kutyapárt nem állít polgármester jelöltette, akár szavaznál is Cserpalkovics Andrásra? Ezt nem állítom. Ilyenkor egy ellenzéki képviselőjelölt mindig gondban van, hogy hogy is szavazzon. Nem is döntöttem még el, hogy egyáltalán szavazok a polgármester választásnál, így, hogy nem lesz a kutyapártnak saját polgármester jelöltje. Ami miatt egyébként mi nem állítunk polgármester jelöltet, az pont az, hogy nem is érezzük magunkat erre felkészülve jelenleg. Én azt vallom, hogy egy képviselő és egy polgármester között iszonyatosan nagy különbség van a munka tekintetében. És talán Gergőtől szoktam ezt hallani néha napján, hogy nem árt, hogyha mondjuk valaki először egy önkormányzati képviselő, és nem pedig egyből polgármester szeretne lenni. Beszéljünk kicsit az ellenzékről, hogy ismerők még nem kerültek szóba, és ugye Fehérváron finoman szólva sincs jó állapotban a helyi hagyományos ellenzék. A legutóbbi fejlemény, hogy mivel az MSZP, a Párbeszéd és a DK az offshorozásod elhíresült Rászné Földi Juditot indítja a polgármesternek, a Momentum kiszállt ebből az együttműködésből. Te mit gondolsz a helyi ellenzékről? Volt-e bármiféle egyeztetés köztetek? Tartod-e bármiben támogathatónak őket? Abszolút nem. Én azt látom a jelenlegi ellenzéki képviselőknél, hogy teljes egészében hiányzik belőlük az a készség, hogy tájékoztassák az embereket, hogy mi történik az önkormányzatban. Az elmúlt 14 évben nagyjából ugyanazok az ellenzéki képviselők ültek a közgyűlésben, és például az, hogy egy közgyűlés anyagát közöljék, vagy egy fontosabb döntésről alkossanak véleményt, az nekem hiányzik a jelenlegi képviselők munkájából. Akkor itt az a furcsa helyzet áll elő, hogyha választani kell, hogy a Fidesz vagy az ellenzék, akkor Fehérváron szerinted még mindig inkább a Fidesz a vállalható? Ezt sem mondanám, nyilván itt pedig, nézd, én azt gondolom, hogy a székesfehérvári Fidesz nem a legrosszabb csapat így az országban. Ahogy mondtam, olyan ügyek vannak, amiken inkább finomítani lehetne, nem pedig az, hogy teljesen szembe menni velük, mert egyébként vannak nagyon jó dolgai, és az látszik, hogy Székesfehérvárra locsolják a pénzt a mai napig, tekintettel arra, hogy ez egy fideszes fellegvár, és innen indult az egész Fidesz is. És vannak nagyon jó beruházások, nagyon jó ötletek, de ugyanakkor ezzel szemben vannak nagyon-nagyon rossz döntések is. Akkor ha fel tudnád sorolni, hogy mi szerinted a három legfőbb probléma jelenleg a városban, és mi lenne a kutyapárt válasza ezekre? Én azt mondanám, hogy a közösségépítés, mint kutyapárt, ez nagyon jól működik nagyon-nagyon sok városban, és ezt szeretném önkormányzati szinten is bevezetni. A város mindig elmondja, hogy a városgondnokságnak hány millió négyzetméter területet kell kezelnie, folyamatosan zöld felületet, fűnyírás, minden ilyesmi, és elmegyünk egy lakótelepre, és akkor azt látod, hogy ki van taposva az egész, ott sétáltatják a kutyákat. Nyilván nekik kell valahol sétáltatni a kutyákat, de akkor erre tök egyszerű a megoldás, akkor legyen minden lakótelepen, minden tudom, a harmadik utcába, akkor egy kutya futtató, ahol a sok kutyagazdi tudja sétáltatni a kutyákat. Én a közlekedést is tudnám ide sorolni, alapjáraton délutánonként teljes dugó van az egész városban, és itt kiemelném, hogy erről nem biztos, hogy a jelenlegi városvezetés tehet, ahogy ezt ők is sokszor elmondják, az elmúlt 10 évben megduplázódott az autóknak a száma a városban, az agglomerációban is rengetegen kiköltöztek, akik ingáznak folyamatosan a városba, akibe hozzák be a gyerekeket, mennek haza, jönnek haza a munkából. És ennek a megoldására én pedig azt tudnám mondani, hogy sokkal, de sokkal jobban fejleszteni kéne a közösségi közlekedést, a buszhálózatot, mert jelenleg ott vagyunk, hogy indul egy-két óránként buszjárat, tehát van olyan, ami egy óránként, valamikor csak 2-3 óránként indul az adott útvonalon, és erre egyértelmű megoldás lenne, hogy egy jobb közösségi közlekedéssel valamennyire vissza tudjuk szorítani az autóknak az elterjedését. A harmadik legfontosabb pont szerintem pedig ezek az évek óta megoldatlan ügyek Székesfehérváron. Ebből is van számos ilyen. Én mindig példaként azt szoktam felhozni, hogy a Család és Nővédelmi Központ Székesfehérváron, ami kompletten majdnem csak az egész megyét ellátja, ez egy
családi házból lett kialakítva a Várkörúton, parkolója nincs, és a Várkörúton szoktak megállni az autóval, hogy a terhes anyukát kitegyék, és ezzel 5 perces dugókat okozva egy-egy ilyen autó. Illetve van a Seregélyesi út a körforgalom után, 20 éve vagy 30 éve, vagy 30 év alatt, hogy így fogalmazzak, felépült ott egy ipari terület, egy hatalmas ipari terület, több ezer ember jár ki oda dolgozni, és egy járda nincs ott. A kerékpár sávról mondjuk ne is beszéljünk. Úgyhogy egy kétszer-két sávos úton rohangálnak át az emberek a buszmegállókból, hogy átmenjenek az út másik oldalára. Nemrég a Budapest-Balaton kerékpárút kapcsán is volt egy akciótok, ez hogy történt pontosan? Igen, így van. 8 hónapja kerestek meg minket helyi kerékpáros arcok, hogy mi, mint kutyapárt, mit tudnánk kezdeni ezzel a kialakult jelenséggel Székesfehérváron. Annyit érdemes tudni a Buba útvonalnak a székesfehérvári szakaszáról, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok probléma van vele. Leginkább az, hogy nincsen rendesen kitáblázva, a nyomvonal, az borzalmasan lehet kialakítva a városban. Hivatalos pihenő állomása úgymond nincs is a városban, hogy a Sóstói stadion mögé tudnak bemenni, és akkor ott van ilyen vízvételi lehetőségük, de ez pedig nagyon sok kerékpáros nem tudja. Úgyhogy egy kicsit utána néztünk ennek az egésznek, hogy mi is ez a Buba jelenség Fehérváron, megkerestük ezzel kapcsolatos Facebook csoportokat, és akkor akárhány kommentet olvastunk, az volt, hogy mindenki azt mondja, hogy Székesfehérváron a szakasz egyszerűen borzalmas. Eltévednek az emberek, olyan kis utcákon kell bekanyarodni, és nem jelzi tábla, hogy tovább mennek simán, és utána azt se tudják, hogy merre vannak. Én azt is mondanám, hogy talán ha valaki kerékpározik, akkor ő be lehet vonzani mondjuk turisztikai célból a városba, és akkor lehet, hogy kialakíthatnánk egy olyan útvonalat, ami esetleg érint ilyen turisztikai célpontokat, ezáltal többen látogatnák a várost. De egyébként meghallgattuk a kéréseket, és akkor az akciónk végül az lett, hogy akkor a város ki- és bejövő szakaszán telepítünk pihenőhelyeket, ezeket úgy oldottuk meg, hogy legyen mellette vízvételi lehetőség és mosdó, benzinkutak mellett vannak ezek a pihenőhelyek. Nagyon klasszak lettek, raklabútorból készítettük el őket, és akkor még vannak további terveink, a helyi kerékpáros arcokkal végül körbe tekertem a Bubát, és ez volt életem legdurvább másfél órája, 20 éve ültem utoljára a kerékpárom. És akkor az lett kitalálva, hogy akkor a kutyapárt ajánl egy ilyen alternatív útvonalat, ami szerintünk és a helyi kerékpáros arcok szerint egy sokkal használhatóbb útvonal lenne a városon keresztül. És milyen a viszonyatok a jelenlegi városvezetéssel? Ha jól tudom, akkor volt már 4 szem közti megbeszélés köztetek a polgármester, illetve olyasmi is rémlik, hogy bekommentelt valamelyik kutyapártos Facebook poszt alá. Igen, így van. Én alapjáraton úgy jellemezném a kapcsolatunkat, hogy egy ilyen baráti semleges, és ez alatt azt értem, hogy többször is voltunk bent, mint kutyapárt az önkormányzatnál, a polgármester úrnál ilyen megbeszélésekre, még a legelső alkalom az 2018 volt, amikor meglátott minket, hogy 4 szint festünk, és akkor megállt az autójával, hogy na nekünk ez az a járdaszakasz, amit ki kellene javítanunk, és akkor mondtuk, hogy igen, 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 és akkor emiatt behívott minket a egy ilyen fogadó órára, úgymond, és akkor azt mondta, hogy hát ő neki szimpatikus ez az egész kezdeményezés, de hogy mi lenne, hogyha olyan helyeken festenénk 4 szint, ahol nem lesz mostanában járda felújítás, és akkor az tovább látható. Alapjáraton ugye szimpatikus ez az ötlet, csak az van, hogyha én mondjuk 2 hónappal a felújítás előtt 4 színnel kifestem, akkor hát miért ne az lenne, hogy amiatt javították ki, mert lefestettük. Tehát felhívtuk a figyelmet ezekre a járda szakaszokra. A másik, az pedig ugye legelőször talán a Ligetsori busz megállónál volt egy ilyen nagyon pozitív visszacsatolás a polgármester úr részéről. Ott egy otthonosított busz megállót készítettünk, ugye ezek a kartonplasztos megoldásokra a matrica, és akkor egy ilyen tök jó grafikát ad így egybe az egész busz megálló. És akkor ott köszönte meg hát nem is a mi felületünkön, hanem készült erről egy cikk, talán ha jól emlékszem, akkor Feolos
de ebben nem vagyok már biztos, és ott köszönte meg, hogy ez egy nagyszerű kezdeményezés volt, és nagyon tetszik neki is. A harmadik alkalom az szintén első körben pozitív volt, másodikban inkább már nem. Amikor az első mészáros típusú buszmegállót építettük a városban, akkor kaptunk tőle egy ilyen hivatalos levelet, hogy hát ez egy csuda jó kezdeményezés, nagyon, nagyon köszöni, és nagyon tetszik neki az ötlet, viszont megvizsgáltatta a buszmegállót a város szakembereivel, és ők felfedeztek több problémát is, de hogy ezzel sincsen semmi baj, mert ő a polgármesteri keretet terhéből, ő ezt szívesen átvállalja ezeket a szükséges elvégzendő dolgokat, és akkor megcsinálják az engedélyeztetési eljárást is. És erre mondott is egy összeget, 350 ezer forint, úgy, hogy mi azt a busz megállót nagyjából 225 ezer forintból építettük cakkumpak az egészet, és akkor sikerült vele megegyeznünk úgy, hogy mi lenne, hogyha akkor mi végeznénk el ezeket a szükséges módosításokat, és akkor ők pedig csinálják az engedélyeztetési eljárást, hogy ott maradhasson. És mondta, hogy jó, akkor csináljuk, és akkor ezt meg is csináltuk ezeket a szükséges módosításokat 80 ezer forintból, és igaz, hogy egy hónap csúszással, de végül elküldtük nekik a szükséges kért dokumentumokat és a képeket a módosításokról, és hát azóta sincsen megindítva az engedélyeztetési eljárás. És amit ezzel kapcsolatban érdemes tudni, azért nagyon-nagyon sokan ismernek már minket Székesfehérváron, és ilyen polgármesteri fogadóóráknál mindig felmerül az, hogy hova kellene fedett buszváró a városban. És történt ez tavaly nyáron, hogy feljött ez a téma, és akkor valaki kommentelte a polgármesteri fogadóóránál, hogy kérjük meg a kutyapártot, hogy építsenek oda egy buszmegállót. És jött a polgármester úrnak a válasz reakciója, ugye ilyenkor az van, hogy 4-5 képviselőtársával együtt válaszolgat erre a nagyon-nagyon sok kérdésre. És akkor a polgármester úr válasza annyi volt erre, hogy hát az a városnak több százezer forintjába került az egy darab busz megálló is, és nem értettük az egészet, mert a városnak egy fillérjébe nem került. Tehát teljes egészében mi építettük, mi végeztük el a módosításokat, amit esetleg el tudok képzelni, hogy pénzbe kerülhetett, az a városnak, a szakembereinek a megvizsgálásánál keletkezett munkaórák száma, amit hát egy buszmegállónál nem tudom, talán negyed óra. Úgyhogy ez furcsa egy történet volt, és nem is értettük, hogy ez így miért jött létre ez a válasz. És akkor egy kicsit csalódtunk, úgymond az eddig barátinak mondott kapcsolatban, úgyhogy ezért mondtam azt, hogy nagyjából most már ilyen semleges inkább. Milyen jellegű együttműködést tudnál elképzelni a kormány oldalra, hogyha bejutsz a testületbe? Én nem mondanám együttműködésnek, szerintem a kutyapárt ezt évek óta bizonyítja és nagyon is jól csinálja. Mi ugye ügyek mentén dolgozunk, és a legutóbbi pultozásomnál is előfordult az, hogy valaki jött az utcán és megkérdezte, hogyha egy fideszes előterjesztés van, akkor én hogyan szavazok? Hát mondom, elolvasom az előterjesztést, és hogyha azt látom, hogy mondjuk az a városnak, vagy a lakosoknak az egy hasznos beruházás, vagy egy jó ötlet, akkor nagyon szívesen megszavazom én is. És mi lenne az első saját előterjesztésed? Én mindenképp azt mondanám, hogy a helyi ügyeket, amiket említettem, ezeket kezdjük el megoldani. Az első az mindenképpen a család és nővédelmi központ lenne, ezt ugye kifejtettem, hogy több szempontból is problémás, és mindenképpen ezzel szeretném kezdeni az egészet. Illetve talán még annyi, hogy másodikként viszont a közösségépítéseket, mint önkormányzat. Az úgy, mint ez alatt mit értesz? Itt arra gondolok leginkább, hogy az önkormányzati képviselők azért már sokkal nagyobb, hát nem is így fogalmazok, hogy nyilvánosságot, de akár mondhatom ezt is, egy sokkal nagyobb elérést tud generálni egy önkormányzati képviselő, mint mondjuk egy kutyapártos szervező, mert azért rá van fókusz, figyelem központjában van, őket keresik meg a lakosok mindenféle kérésekkel és igényekkel, és én azt gondolom, hogy egy képviselőnek feladata az, hogy a városban hogyha mondjuk egyéni körzeti képviselő, akkor pedig a saját körzetében hozzon létre olyan kis közösségeket, amik mondjuk voltak a 18. században, hogy az volt, hogy átmentünk egymáshoz segíteni, hogyha volt bármi baj. Vagy éppen építeni kellett egy házat. Ugye ez a szocializmusban szerintem ez egy nagyszerűen működő dolog volt, amikor a szomszédokkal együtt épültek a házak.
És itt most nem arra gondolok, hogy a 21. században épüljenek házak, de hogyha mondjuk van a körzetben, vagy akár a városban, teljesen mindegy, hogy mondom, egy öreg néni, aki nem tudja a kertbe lenyírni a füvet, akkor ezek a kis közösségek segítsenek neki. És milyen kampányt terveztek a választásig hátralévő időszakban? Lesznek-e például utcai akcióitok, vagy hol lehet majd veletek találkozni? Természetesen sok utcai akcióval készülünk, van már 4-5 ötletünk, ezekről nem szeretnénk most beszélni, legyen meglepetés a székesfehérvárieknek és az MKKP Fejéri megyei oldalán, hogyha valakit érdekel, akkor ezt kövesse le, illetve rengeteget fogunk pultozni még a kampányidőszakban, ez ugye általában ott a Liszt Ferenc utca elején szokott lenni, mindig ott vagyunk. Most is ugye jön az aláírásgyűjtés időszaka, és 2 héten keresztül reggel 9-től este 7-ig ott lesz a pultunk, és gyűjtjük az aláírásokat, és elmondjuk mindenkinek, hogy ezek az ügyek, a helyi ügyek, amiért mi szeretnénk bekerülni a képviselő testületbe, és szeretnénk ott képviselni a város lakóit. Azt tegyük hozzá, hogy mire ez megjelenik, addigra valószínűleg ezen az időszakon már túl leszünk, de akkor így utólag is, vagyis előre sok sikert hozzá, és mindenhez az egész kampányban. Köszönjük szépen!